én azt gondolom, hogy mindig az egy szerencsés dolog, amikor sikerül valahogy úgy összeszerveznünk az életet, hogy segítséget tudunk kapni bármilyen formába. Most itt az egészségpénztár szervezésében jutunk hozzá ehhez az eszközhöz, aminek a szakmaiságát azt elsősorban azért főorvos úr fogja tudni elmondani, de nagy vonalakban annyi könnyedén elmondható, hogy gyakorlatilag a betegágy mellett nagyon-nagyon gyorsan hozzá tudunk jutni azokhoz az információkhoz, amikor nagyon sokszor gyorsan kell döntenünk arra, hogy egy beteg vér státuszát, hogy leggyorsabban, a leghatékonyabban hogyan lehet minél gyorsabban módosítani, javítani, az életét megmenteni. És én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hiszen itt a traumatológiai betegek ellátása kapcsán nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy minden másodperc számít, és sokszor a laboratóriumi és egyéb vizsgálatok lassabban jutunk el hozzájuk. Kicsit az élőben hasonló módon zajló alvadást tudjuk követni, és a különböző fázisait az alvadási folyamatnak, illetve az alvadék elbontásának tudjuk követni ezzel a műszerrel, szemben a korábbi úgynevezett hagyományos laboratóriumi vizsgálatokkal, amik nyilván egy-egy pontját kiragadják a alvadási folyamatnak, és hát arra több-kevesebb hasznosságú információval tudnak szolgálni. Egy másik nagy előny pedig ugye az időfaktor lenne. Ezek a vizsgálatok nyilván lejutnak a laborba, utána fölteszik a vizsgálatot, rákérdezés egyébben, ugye néha akár egy órát is igénybe vehetnek, míg ezzel a műszerrel már hát akár 15-20 percenből olyan fontos a kezelés megkezdését lehetővé tévő információhoz jutunk, ami ez eddig ugye hagyományosan nem tudtunk. Vérmentes, vértakarékos eljárással összefüggő kezelésekben rejlik. Ezt ne csak egy igényként támaszza a pénztári tagság, hanem az egészségpénztár adjon ehhez támogatást is. Egy olyan eszközt, amely ilyen korszerű módon megvalósítható, illetve nagymértékben elősegíthető az, hogy az ilyen különleges betegigényeket meg tudja valósítani a pénztár. A kórház egyébként és némely más kórház is pályázott az egészségpénztárunknál, és az igazgató tanács, aki ugye döntési helyzetben van, ezt illetően úgy döntött, hogy a Kenézi Kórház is kapjon egy ilyen eszközt, amelyen nem csak a pénztár tagok részesülnek kimagasló színvonalú ellátásban, hanem minden betege a kórháznak, így a szolidaritási elven működő egészségpénztár gyakorlatilag ezt a szolidaritást kiterjeszti a társadalmi szolidaritás irányába is. Örömünkre szolgál az a jó együttműködés és az a fogadókészség, ami a kórház részéről a betegek, a pénztártagjaink felé eddig is megnyilvánult. Szeretnénk ezzel támogatni a hatékony működésüket az itteni orvoscsapatnak. Az újabb készülékkel, aminek a használata sokkal egyszerűbb, tehát a nem laboros gyakorlattal rendelkező kollégák is fogják tudni használni. Hát tulajdonképpen elsősorban politraumatizáltak, súlyos sérültek, vérzősérültek, illetve műtétek körüli vérzéses betegek ellátásában fog segíteni nekünk ez az eszköz. Tulajdonképpen röviden úgy lehet összefoglalni, hogy egyrészt a diagnosztika gyorsasága, másrészt a pontossága, illetve az életszerűsége az, amiben tud segíteni ez, és ez lehetővé teszi azt, hogy hát úgynevezett célzott alvadás menedzsmentet végezzünk, aminek a egyik előnye a hatékonysága, a másik előnye pedig az, hogy ugye remélhetőleg nagy mennyiségű vérkészítmény megspórolásához tudunk jutni ezzel, ami pedig azért jó nekünk. Egyrészt az állandó vérgondok, vérellátási gondoknak a megoldásában segít, másrészt pedig tudni kell, hogy ugye a vérkészítményeknek komoly mellékhatásaik vannak, és hát ezeknek a ellátásában, vagy ezeknek az elkerülésében tud segíteni az eszköz.